Melyik volt a jobb? Melyiket szeretted jobban? Hát azt figyelj, azt, hogy melyiket szerettem, ahhoz nagyon keveset mentem, de nekem tetszett az, hogy elindultál egy városba, és mit tudom én, kell teljesíteni 4-5 gyorsaságit, és mondom, 220 perc múlva kell visszamenned ugyanoda. Nem volt az rossz, szerintem. Egy picit fura volt nekem ez, hogy ugye odaállsz az idő ellenőrzőre, mert itt, ha most kikésel valahol, tehát túl közel van két gyorsasági, és gondod van, nincs lehetőséged megoldani a problémát. Ma meg már ugye annyi sincs, mert ugye ma a szerviz parkoznak. Ugye nekünk ez sokkal jobb volt, hogy ott volt a szervizem, és gyakorlatilag minden, ha volt szervizem, mert ugye az elején, amikor elkezdtük, hát volt szerviz. Volt is szervizem, meg nem is volt szervizem. Hát ugye ez csak pénz kérdése volt, hogy hány autót fogok tudni verseny közben mozgatni, mert ugye a szervizem az lehet, hogy egy versenyen annyit autózott, vagy egy salgó lehet, hogy többet autóztak kilométerben, mint én. Ugye klasszikus példa, hogy Ceredre be kell menni naponta kétszer vagy háromszor. Az oda-vissza több, mint 100 kilométer. Én meg ott lemegyek tizenvalahány kilométerből. Akkor azért a szerviznek is toppon kellett lenni. És ezért mondom, hogy nekem azért nagyon-nagyon nagy szerencsém volt abból, hogy itt voltam Kaposváron, nagyon sok olyan ember mozgott már itt a városban, akik láttak ilyet, vagy akár a Lengyel Pisti, aki megfordult a hideggel külföldi versenyeken, hogy hatalmas tapasztalata volt ebbe, hogy ezt hogyan állítsuk össze, a szervizt, meg mindent. Tehát ez egy ugye navigátori kérdés volt az egész. Meg hát, de hát ebben én is beleszóltam, hogy na hát azért majd itt ilyen gumival szeretnék menni, azt ott rakjuk föl, na de mi van, ha leesik az eső? Tehát ez teszi érdekessé a dolgot, ugye ettől lesz ugye rally a világ egyik legösszetettebb sportja szerintem, mert nem hinném, hogy van még egy ilyen sport, amiben ennyit kell agyalnod és dolgoznod rajta. Mert egy átlag ember ugye csak azt gondolja, hogy beülünk, a navigátor mondja, aztán kész. Tehát azért ez összetettem. Meg hát a kérdés, hogy van-e rá pénzed, hogy mennyi autót tudtam én akkor ott mozgatni. Mert amikor már úgymond a 90-es évek közepén úgymond tényleg profi módon mentünk, akkor annyival is mész könnyebben, hogy gyakorlatilag minden gyorsasági végén azt lehet mondani, hogy a szervizautóban nekem ott volt egy autó. Tehát mennyivel gyorsabban lejövök egy gyorsaságin úgy, hogy hát jól van, nem baj, egy kicsit megütöm, nem baj, ha a futóművet megsértem, majd kicserélik a fiúk. Érted? Ugye sokkal szabadabban és gyorsabban fogsz menni, de ha nincs, akkor meg azért úgy kell jönnöd, hogy hát vagy addig a pontig, ahol szerviz lesz, hogy el tudjak menni. Ugye már egy hány másodperc szerinted? Mert szerintem nagyon sok. Egy szakosztályon belül mennyire volt egység, meg csapatmunka abban az értelemben véve, hogy mondjuk valaki jobban állt a másiknál, és neki kellett gumi, hogy volt-e arra lehetőség, hogy valaki egy kicsit alávetette magát annak, hogy a csapattársát tolja egy kicsit esetleg előrébb? Hát figyelj, előfordult ilyen, igen, előfordult, hogy segítettünk egymásnak, meg alkatrészbe is, hogyha valakinek kellett, akkor ugye ott volt, mint csapat, akkor egyértelmű, hogy a szerelők azok segítettek egymásnak, meg most, ha az én autómban valami volt és kellett, akkor ott van. Hát most nem csak, hogy mint csapat, mert ugye már ezek a szakosztályok 91-2-től nem működtek, akkor én is, mit tudom én, saját színekbe mentem, vagy a hideg rally team színeibe, aztán utána lett a Hungaroroda, hogy segítettünk teljes mértékben egymásnak, hogy volt egy olyan győri verseny, hogy csapágyas lett a motorom a Rávaringen, de végigmentem vele, kopogott, de csak magas fordulaton. Hát és akkor, amit mondtam, most bemegyünk, mert már csak, mit tudom én, kettőt kell menni a Rábolingen, meg egyet Tényön. És képzeld el, hogy mentem, de már kopogott a motor nagyon. És képzeld el, hogy lejövök a gyorsról, és ott állok, de már alapjáraton kopog a motor. Hát kész, vége. Hiába értem célba, mit csináljak? És erre Golyó azt mondja, pedig akkor ő 1003-ban ment, hogy mi van, hogy én itt vagyok még. Hát mondom, nem tudok bemenni a célba, Győrbe.
szólt a szervizemberének, és a Kovács Gyurinak az öccse, az ült abba a zöld zsiguliba, és behúztak engem Győrbe. De ezt úgy képzeld el, hogy Pannonhalmától Győrig 130-szor kötél végén. Néha én nem hittem el, az a miskolci srác köszönet érte a mai napig. Figyelj, behúzott Győrbe, a Dunakapu térre, ott leakasztottuk a kötelet, elindítottam a zsigulit, de hát az totál vége volt a motornak, önindítóval fölmentem a dobogóra, de úgy, hogy a Miki a navigátor tolta meg, tudod, ott nem lehet hozzányúlni, nem lehet szerelni. Ott a nézők drukkoltak, tudod, hogy föltoltuk, kész. És akkor nem tudom, lettem hatodik körülbelül, de hát akkor is célba értem. Tehát ezek a nagy pillanatok. Meg hát ilyen tolásról jut eszembe, hogy volt két ilyen nagy történetem, hogy nézők kitoltak, szerintem ma ilyet nem tudom, hogy megcsinálnának-e, hogy Veszprémben van a milyen gyorsasági, most mindegy, nem ugrik be neve, bocsánat, majd talán eszembe jut. Az Murvával kezdődik, aszfalton mész, és utána föld a vége. Ott van, ott Várpalota fölött van, ott fönt a fensíkon, valamilyen puszta, mindegy. És képzeld el, hogy a tengerfejes lett az autóm, de már nagyon forrt, lelökte a vizet, és így ilyen erdő mellett jöttünk le egy ilyen földúton, és ott leállítottam a motort, és ott rengeteg néző volt, és kikiabáltam az ablakon, hogy toljatok ki, és a vége olyan a gyorsaságinak, hogy majdnem, hogy egy szántóföldszerű, de ilyen huplikon megy. És képzeljétek el, hogy kikiabáltam az ablakon, hogy toljatok ki, és vagy 20-30 ember elkezdte tolni az autót. És ez vissza van 2 kilométer, és figyelj, toltak, és a golyó azon a versenyen burult fel a Forddal, és ők megjöttek már benézni a versenyt egy fürdőn a Drágba. És mi is toltuk az autót, úgyhogy kiszálltunk a Mikivel, mert a dombok azért nagyok voltak, és akkor mondja a golyó, ott kiabál, hogy azt mondja, hát ezek miskolci csávók, és figyelj, kitoltuk az autót, ott volt a szervizem, Lengyel Pisték voltak ott, és hengerfejle. És neki álltunk megcsinálni. Amikor a Szamarával mentem, az volt az utolsó versenyem, és Zobák pusztán, ahogy van a trafóház, ott egyet döccent az autó, ahogy jössz lefelé, és így hallottam, hogy megszűnt a hajtás. Akkor azt hittem, hogy a váltó. Megint a váltóval történt valami, és tudod, nyomod neki, csak forog, kész. És a trafóház utána, hogy mész lefelé, van egy jobbos kanyar. Odáig ugye elgurultam, ott megint nagyon sok néző, ugyanez a sztori, kikiabálok az ablakon, toljatok ki. És figyelj, kitoltak, végtoltak Zobák pusztán, meg akik bent nézték a versenyt, aki elfáradt, azok kérlek szépen kitoltak, és akkor, hogy most váltót cserélünk, de akkor, akik ott voltak szervizesek, még a környéken, emlékszem, a Gili emberei voltak ott, és kérlek szépen a féltengelyem tört akkor el. Tehát annyiból szerencse volt, hogy csak a féltengelyt kellett kicserélni, és 15 percet késtem, tudod, pont azon a határon voltam, mert 15 perc alatt fölött már kizárnak, és akkor végig tudtam menni a meccsekrollin. Hát köszönet érte. Azt mondom, hogy az világcsúcs volt, hogy kitoltak a gyorsaságiról, és meg tudtuk oldani a problémát. Mesélted többször is, hogy a golyó többet is tolta már az autódat, egyszer lefulladtál, vagy valahol megforogtatok? Ja, nem, az Rally 2-ben volt, hogy Rally 2-ben mentem a Mecsek Rallyn, és említettem már, hogy kaptam versenygumikat.
ugye ez MPR Rally-ra kaptam, de nem raktuk föl, mert ugye ott kiszakadt a futómű, meg nagy kaland volt, de hogy akkor megmaradjanak azok a gumik. És a Mecsák Rallyn szűz gumikkal mentem, és a szakosztályvezető azt mondta nekem, hogy Laci, a pályagumival, meg a slickgumival, ugye háromszor fel kell borulni, mire megismered a határokat. Hát, nekiindultunk a Mecsák Rallynak, és kérlek szépen, kétszer el is estem, úgymond a gumi miatt, hát magam miatt, de nem borultunk föl, hanem ugye az első az, hogy fantasztikus menni egy pályagumival, de hát ugye a féktáv is sokkal jobb lesz ezáltal, hogy nem egy utcai gumival mész, és a Tripamer fánál, ahogy jövök lefelé, ugye hatalmas tempóval érsz oda, és ott hát már ugye, hú, de jó ez a fék, elbaszalintottam, és oda a halszálkás távol elébe estem. Úgymond álló kerekekkel, mert ott már világ vége volt. Beestem oda, és képzeld el, hogy ugye ott mindig rengeteg ember van, és odafut pár ember, és tolják már ki az autót, úgyhogy gyakorlatilag képbe se voltam, hogy mi történik, ezek tolnak ki. És köztük volt egy félmeztelen csávó, és üti az autónak a tetejét, és mondja, hogy ne indítsd el, majd betoljuk, mert ez megszívta magát, és nem fog elindulni. Oké. És tudod, betolnak, és elmegyünk. Ennyi a történet, és ugye ők az elasztikba autóztak, de személyesen akkor én még nem ismertem a golyót, és az Arizonában volt egy ilyen buli így évvégén, és Siposkálni mondja a golyónak, hogy én vagyok az a kis Laci, aki ott mentem, és én oda jön hozzám, és azt mondja, végülis így ismertem meg, hogy azt mondja, akkor most fizethetsz egy vodkát. És miért? Hogy azt mondja, ki tolt ki téged a Mecsák Rallyn? És akkor ilyen tök naivan, hát a nézők. Azt mondja, a nézők én voltam meg a haverjaim. Azért mondom, hogy mindig az ember összeakad nagyon, nagyon jó emberekkel, meg nagyon jó, tehát millió ilyen kapcsolat van amúgy a pesti vonánosokkal, bárkivel, akik nagyon sokat segítettek látatlanba. Most erről tényleg még egy példa jut eszembe, hogy mikor Rally 2-be életem első versenyén mentem, tehát ezek mind ilyen emlékezetesek nekem. Ez az első pár verseny, mert amit mondtam, itt meghatározta azt, hogy én ebbe az irányba fogok elindulni, hogy a Lengyel Pistit is, akit szoktam emlékezni, hogy ugye hidegnek szerelt, és ő azért itt vele bejárták fél Európát. Gondold el, hogy akkor a Lengyel Pisti viszont ment Rally 2-be, mert akkor már nem szerelt a hidegnek, mert igazából nem tudom miért ott hagyta, és ő jött Rally 2-be, elindult. Meg végülis ő is ment az elasztik színeibe utána. Vagy már akkor ott ment, nem tudom. Na, a lényeg az, hogy tréningeztünk, Pistit annyira nem ismertem, csak így, hogy ő szerelt, és így egymás után mentünk, és ott állt a budapesti volánnak a busza. És ott a szerelők nagy örömmel fogadták, hogy Pisti, te mész, és minden, és erre azt mondja Pisti ott a fiúknak, hogy figyeljetek ide, itt van ez a haverom, ez a kaposvári gyerek, azt mondja, nagyon ügyes, nagyon jó fog menni, de pénze nincs, meg hát hol volt nekünk akkor olyan szervizbuszunk, azt mondja, ha valami gondja van, azt mondja, csináljátok meg az autóját. Ezt tudod, hogy mekkora dolog volt, és akkor mindig, hogyha mentem, akkor ezek a pesti volánosok mindig jöttek, hogy Laci, segíthetünk valamibe? Nagy örömmel fogadtak, meg hála Isten azért hoztuk a kötelezőt, az eredményeket. Meg most így pesti volánról jut eszembe, hogy ugye az akkor az volt a legkomolyabb szakosztály, hogy mentem a Certa Rallyn, és ami döntő momentum, még visszagondolok az életembe, hogy meg aszfalt autózásról jut eszembe, hogy a Rudabányácska gyorsasági, Rudabányácska Károlyfalvára kimentünk, és kivittem a versenyautót. Én alapjáraton nem sokat szoktam menni a versenyautóval, mindig a tréning autóval, de akkor megyünk egyet rajta.
és ott állt Rudabányácskán a Pesti Volán busza, és akkor gurult le róla a Bense és a Hutter Iván autója. És a Józsi azt mondja nekem, én lehet, hogy el is mentem volna, hogy állj meg, engedd ide magunk elé. És akkor megálltam, és a Bense Pisti ment elől, mögötte Hutter is. És tudod, nagyon okosan tréningeztek, hogy a Bense azért ott ment elől, és akkor ha nem jött szemből senki, akkor ott kint hagyta az autót, a második, harmadik autón már nagyon gyorsan tud menni. Hát ő sem ment lassan elől, de most gondold el, hogy ő megy előtted egy ás 1003-as élautóval, én ott a széria 1.6-ossal harmadiknak. És ezt is szoktam mesélni, hogy ez meg, én úgy emlékszem vissza erre, egy döntő pillanat volt, hogy mentem a Hutter Iván mögött, és ott tanultam meg aszfalton autózni, kinyílott a világ, hogy olyan fantasztikus iveken ment a Pali, hogy ne tudd meg. Tehát mi mentünk ugye a magunk módján, tudod, széria zsigulival, kicsit egy utcai gumival, és akkor elkezdtem mögötte menni, és mondom, kinyílott a világ, és sajnos a Bensét ismerem, de Hutter Ivánnal soha az életben nem találkoztam, tehát ha most ide bejönne, nem ismerném meg, mert ő egyszer csak rá egy ilyen fél évre abba hagyta a sportot, és így eltűnt a sportból, de viszont nem tudom hányszoros magyar bajnok volt A1003-ban, és egyszer szeretném neki megköszönni. Kinyílott a világ. Érted, hogy mentem mögötte, mert a Bense ment elő, ő másodiknak, hogy figyelj, így kell aszfalton autózni. És utána szokták is mondani, hogy aszfalton elég jó, úgy elindultam, hogy gyorsan szoktam menni. Tehát nem olyan látványosan mondjuk, mint ahogy a cigány szokott közlekedni. Idő. Ez arról szól, stopperról szól, az az ellenfelünk. Mondhatod, hogy a pécsiek mindig jók voltak aszfalton. Daragabbi mióta cigizik? Úgy akartam bemondani, hogy érkezett egy nézői kérdés. A darag, ami mióta cigizik, állítólag azóta cigizik, hogy nem tudom hányos évben volt az egy Mecsek Rallin, hogy ja, azt megmondom neked, akkor volt, hogy majd kikaphatja meg a Szamarát, tehát akkor az 93 vagy 94-es Mecsek Rallin, hogy hatalmasat vívtunk ott a ladák között, ugye Gábor, mint pécsi, és hát engem meg ugye az motivált nagyon, hogy most én, Kis Attila vagy a Golyó lesz a legjobb, és végülis mi domináltunk jobban, de olyan szinten, hogy az utolsó árpetetői gyorsan ott állt a Veszprémi, mindenki ott várta, Radótól elkezdve mindenki, hogy na, milyen időt jöttek a zsigulik, és Veszprémi kérdezi ott a Meiróba, hogy milyen időt jöttél. Mondom, ugyanannyit, mint nappal. Azt mondta, hogy Kis Laci, elsüt a lábad. Na de általában éjszaka én szerettem is menni. Úgyhogy, és akkor a Gábor volt mert a Peugeot vezetett, én voltam a második, és így lett a Gábor harmadik, de ott az utolsó gyorsan dölt el, mit tudom én, 7-8 másodperc lett a vége, ha jól tudom. És a Gábor az ott emlegeti, meg olvastam az interneten, hogy nyilatkozta is, hogy akkor gyújtott rá, mert olyan ideges lett, mert ő meg ugye nagyon készült arra a versenyre, tehát korrekt módon elmesélte, hogy ők, mint pécsiek, akkor Lajtai, Ranga, ő Balatonyi Árpi, azért ez egy nagyon komoly pécsi brigád volt, és együtt tréningeztek, mindent átbeszéltek, hogy itt így, itt amúgy kell jönni, én meg odajöttem és elvertem, hála Isten. De mondom úgy, hogy amikor elkezdtem versenyezni, azt már meséltem, hogy először Murván mentünk. Jó, szerintem ezzel talán mindenki így van, mert ott egy picit szabadabban lehet autózni, ugye? Ott szabadabban autózol, és az aszfalt az veszélyesebb is talán, de ha megtanulod, meg mondom, rájössz ilyen apró finomságokra, akkor lehet élvezni. Meg ugye nem jár akkora kárral, mert hogyha Murván megyünk, meg mindenen átmegyünk, akkor ott azért
azért mindig van egy kis anyagi kár, anyagi vonzata ezeknek a történeteknek. Kikkel maradt meg a kapcsolat a mai napig a régiek közül? Hát figyelj, de napi szinten azért nem beszélek senkivel, de bár a Gáborral szoktam, ugye itt ő közel van, azért szoktunk beszélni. Bár most körülbelül egy-két vagy három hete nem beszéltem vele. Ő vele telefonon elég gyakran beszélek, meg hogyha megyek Pécsre lányomhoz, akkor vele szoktam is találkozni. Akkor ő által a Port Gabival is szoktam találkozni, mert ő meg a Port Gabival van nagyon jóba. Úgyhogy akik meg így messzebb laknak, hogy mit tudom én, telefonon beszélünk, vagy hogyha versenyre elmegyek, és akkor találkozunk, mit tudom én, Kis Attilánál voltam Debrecenben, meg ő is volt itt nálam. Hegolyóval most, mit tudom én, Miskolcon találkoztam, mikor utoljára voltam. Az mindig cseszegett, akkor hívogat napokig, hogy miért nincs Facebookom. És mondtam, hogy én nem akarok, én nem érzek ez iránt semmiféle vonzalmat, meg elegem van belőle, úgyhogy nem, akkor 3-4-szer fölhív, hogy még mindig nem csináltál Facebookot? Nem. Úgyhogy... Meg hát nézd, akik ott mentünk abba az időbe, azért bárhol összetalálkozunk versenyen, azért az egy öröm, és akkor ugye elanegottázunk órákig. Meg beszéltünk arról is, ugye, hogy a mi időnkben rengeteg néző volt. Tehát Kaposvárról én azt mondom neked, hogy ezrek jártak föl versenyt nézni. De akkor el tudod képzelni, hogy Pécsről is, Győrből is, Salgótarjánból is, ugye rengeteg néző volt. Na most valamikor előfordul, hogy azt se tudom, kivel beszélek, de valamilyen szinten rájövök, hogy most ő vagy szeret, vagy nézni járt, de hát mondjuk ez egy nagyon jó dolog, mert elmegyek valahova, és akkor ott egy ismerős. Mit lehetne tenni szerinted azért, hogy ez a nézőszám, hogyha nem is közelítheti már meg valószínűleg soha a régit, hogy legalább hasonlítsa rá, vagy kicsit többen jöjjenek, mint mostanában? Hát nem tudom, hogy mit lehetne tenni, mert a világ nagyot fordult. Hát esetleg jobb autóversenyeket rendezni. Mert ugye én is elmegyek, és vannak dolgok, amik viszont nem tetszenek.